A nők helyzete a keresztény Európában, az európai nő fogalma, a munka, a család összehangolása. Ezek a témái a Nő a Siker Alapítvány idei rendezvényének. Az első nap a kötetlenebb programoké volt. A királynék várát is megnézhették a Nő a Siker Alapítvány konferenciájára érkezők. A tárlatvezetés egy könnyedebb programot kínált a résztvevőknek. A hagyományos találkozón tavaly például jótékonysági programokat is rendeztek. Rúzsa Magdi koncertjének bevétele részben fejlesztéseket támogatott. A fogyatékkal élők részére készülő edzőterem munkálatai zajlanak, és remélem rövidesen átadhatjuk majd. Sokan segítenek nekünk ebben, sok felajánlást kapunk. A háromnapos konferencia idei témája az európai nő. A nők helyzete és szerepe a keresztény Európában. Idén jó példákat, követendő gyakorlatokat mutatnak be előadásaikban a szakemberek. A nők szerepe és helyzete folyamatos változásban van, hangsúlyozta Demeter Ervin beszédében. Mi a Borsodaba Zemplén megyei kormányhivatal 16 járásban és megyei szinten a közigazgatási feladatokat látjuk el, több mint 2400 munkatársal, pontosan 2467 munkatársal, akik közül a háromnegyede nő. A nők a társadalom fontos részei. A család mellett ma már a munkavilágában is egyre kiemelkedőbb a szerepük. Hollik István kormány szóvivő, országgyűlési képviselő, kereszténydemokrataként a nőiességről, a karrierről, a család és a nők helyzetéről szóló kérdésekre a Teremtésben keresi a választ. És a munkavilágába történő belépés pedig egy újabb változást hozott, hiszen eltörölte a férfiakat és a nőket elválasztó teljesítményi határokat, és már rég nem igényel bizonyítást a nők rátermettsége a munkában sem. A folyamatosan változó társadalmi struktúra, az átalakuló és fejlődő világ pedig más lehetőségek és akadályok elé állítja a nőket. A háromnapos konferencián az előadók példákat, mintákat hozva gondolkodnak közösen az érdeklődőkkel, hogy mi a nő helyzete és szerepe a keresztény Európában.